reggelt mindenkinek! Hát, nagyon faszán indul ez a nap. Az a helyzet, hogy sikerült elaludnom, mert az ébreszt, amit beállítottam, az csak hétközben szól. Ezért nem keltem fel. 6 óra 10-kor keltem fel, és 6 óra 20-kor már itt vagyok az állomáson. Azért az igaz. Jelentem, sikerült felszállni a vonatra, igazából elég kalandosan indult ez, azért 10 perc alatt ide kellett érni. Viszont a legnagyobb problémát az okozza, hogy egy faltok nem tudta menni, ami csak azért rossz, mert körülbelül 9-re a vonat Pestre, és nekem egyből oda kell mennem ugye a Hungexpo-ba, mert 9-kor már nyitás van. Szóval ez egy ilyen eléggé sietős dolog lesz. De mindegy, a keletibe gyorsan megpróbálok venni valami szendvicset, vagy valamit, amit meg tudok enni. És hát akkor szerintem legközelebb majd Pesten jelentkezem, alszok egyet. Na igazából mégsem Pestről jelentkezik, igazából nemrég hagytuk el Győrt, ami azt jelenti, hogy körülbelül még olyan másfél órás út van előttünk, ami igazából nem olyan vészes, sikerült aludnom egy kicsit is, legalább kipihentem azt a stresszt, amit reggel begyűjtöttem azzal, hogy sikerült elaludnom, de minden esetre robogunk Pestre, és akkor legközelebb már tényleg onnan jelentkezek, jó utat! Aha, jól látva, eltelettiteket, ez még nem Pest. Pedig lehetne. Úgy döntöttem, hogy egy kicsit úgy mulatom az időt, hogy beszélek. Amúgy nem tudom, hogy feltűnő-e, de ez már az új vlogoló kameránk. Igazából ez már nem a VX 500-as. Szerintem, amin most nagyon látszik, az az, hogy ez a mélységélesség, amit csinál ez a fényképezőgép, az, ami eszméletlen jól néz ki szerintem. Tehát ez minden esetre egy nagyon nagy pozitívum emellett. Valamint a kép is sokkal szebb, jobban látszanak a pattadásaim. Amúgy nagyon izgulok emiatt a Play-It miatt, mert igazából én már egy éve nem voltam Play-It-em. Jó, leszámítva azt a kicsi Győrit, de a rendes nagy Play-It-en legutóbb 2014, hát mikor volt az? December 1? Vagy valami ilyesmi volt? Na mindegy, a lényeg az, hogy rég nem voltam. És minden esetre tényleg nagyon izgulok. Igazából most már elképzelni sem tudom, hogy mennyien fogtok odajönni, mert ami 2014 másik Play-It-jén volt, tehát azt nem tudom elképzelni, hogy annál többen odajöjjenek, mert az tényleg az annyian voltatok ott, hogy beszarás. Ráadásul még most nagyobb is lesz a rendezvény, tehát eléggé várom. De minden esetre majd fogtok látni belőle felvételeket. És hát akkor most már tényleg legközelebb Pestről jelentkezem. Szóval beérkeztünk a keleti pályaudvarba. Pályaudvar már rohanok is a főbejárathoz, hiszen a Vimmárral, illetve Mr. Ácsi Milánnal, Norbióval, ott találkozunk elvileg, és akkor közösen kitaxizunk a Hungexpo-ba, és akkor mehet a menet. Reményeim szerint hamar odaérünk. 9-re nyitás már szinte biztos, hogy nem, de minden esetre azért megpróbálunk sietni. Norbió az előbb 5 perc hamarabb beért, mint te, de még sincs még itt. Tudja, hogy itt vagyunk. Mondtam neki, hogy ide kell jönni, azt mondta, hogy jön, de szerintem most tudja, hol vagyunk. Mert nem hiszem, hogy tudja, hol van a bejárat. Király. Csá. Jó napot. Csá. Na, akkor menjünk. Na szóval meg is érkeztünk a Hungexpo-hoz, amúgy itt valami havas eső féleség esik, szerintem, de az szemes eső. Csállászta! Azt mondja a Norbió Forza Inter. Hát mondom, jó. Na, jó reggel. Megérkeztük a Hungexpo-ban, igazából már látom is, ahol mi leszünk. Látjuk?
hallgatás. Gyorsan körbenézek itt a csarnokban. Az a helyzet, hogy ez kóra nagy, és nekem meg kéne találnom egy helyet. Azt hiszem meg is van. Rohanok abban az irányban. És amúgy amit látszik itt a képekből mögöttem, hogy tényleg minden van. Tehát itt van egy ilyen kalandpálya, ilyen Tomb Raider témájú, kurva jó. Ott van egy rohadt Dodge-em. Beszarás. És remélem oda tudok jutni, ahova akarok venni. Jó lenne. Van itt kokárt. A kijelzőn azt látom, hogy ez a G7X nagyon szép képet csinál. Ugye ez az új vlogoló kamerám, és az a helyzet, hogy én nagyon örülök neki, mert minden esetre eddig még csak pozitív tapasztalatai vannak ez alapján. Egy óra múlva meg Pim Márkopával felmegyek a színpadra, és egy ilyen fél órán keresztül ilyen tech-víz dolgot fogunk levezényelni, de arra is lesz a felvétel. Kulisszát titok, hogy kb. A videóm Lucky-val másfél éve készül. Másfél éve csináljuk. Másfél éve csináljuk a videót. Mindig utána fogunk videót csináljuk. Jön a videó. Visszősen. Találkozunk meg, jó? Elmegyek. Ez Dávid csinálta. Ez valami kegyetlen jól néz. Köszönöm. Tehát Dávid és ő már a színpadon következő kérdésre, ahol aki jól tudja a válasz, egy ilyen nagyon menő skeleton fejet lehet nyerni. Ki akarja ezt megnyerni? Az a helyzet, hogy már délután fél kettő lesz lassan, ami azt jelenti, hogy ott... ami azt jelenti, hogy még van pár óra hátra a napból, pedig már fáradunk rendesen, úgy érzem fáradunk rendesen, de minden esetre kitartunk. Tényleg olyan, amire számítottam, egyszerűen nem folytok el. Rengetegen vagytok, és igazából most le is tesz magam a kamerát, mert fél négy, azt hiszem hétig tart, és igazából ki kellett jönnöm egy kicsit a tömegből, mert nagyon sokan vagytok, és tényleg egyszer folyamatosan, szóval reggel, mikor ide értünk 9 után, mostanáig tényleg folyamatosan jöttök, ami nem tudom, hogy onnan vagytok ennyien, meg minden. De minden esetre köszönöm szépen mindenkinek. Na, toljuk neki! Most kezd el látszani, hogy folynak az emberek. Tehát most már nem olyan sűrű jönnek. Most van ilyen fél öt fele, és már nagyon elfáradtunk tényleg. Mögöttem kiabálnak, és az a helyzet, hogy nagyon fáradt vagyok, és nagyon kell egy sűrű. Milyen a plét? Hossza! Nagyon? Nagyon! Amit láttátok, amit már itt a kamerám visszamegyünk. Szóval, az a helyzet, hogy többet fociztunk az előbb, igazából csak passzolhattunk. Szerintem láttatok vele elő egy kis lintet, mert felvette Zsolt barátom. Amúgy ezt a rendezvényet, nem tudom, hogy ki tudja, de
a Microsoftnak az egyik részlege szponzorálta, ami a Windows 10-es részleg. De használtál már Windows 10-et? Igen, én mióta megjelent az ott használok Windows 10-et. Komolyan? Komolyan. És tetszik neked? Igen, hát én eddig 8.1-et használtam, azután megváltás. Na, király. Ja, hogy én is így vagyok vele, hogy a 8.1 az én ilyen, de az a 10-zel szerintem kijavították a hibáit. Ez a 10 nekem valamilyen jó, mint a 7 volt annak idején. Ja, és köszönjük nekik, hogy megtámogatták ezt a kurva nagy rendezvényt. Ide jöttem egy kicsit untatni. Ja, belepofátlankodni a videóban. Kezd kiürülni a rendezvény, ami azt jelenti, hogy mindjárt pihenhetünk. Okay, bitches. And we're outside, amúgy esetleg. Hello, aki benne ezek a videókban. Hello. Hello. Úristen. Elvileg itt leszünk. Vajon bejövök. Na szóval meg is érkeztünk a szállásra, meg is mutatnám nektek, itt egy vimmár, és igazából itt a fürdő, amit én még meg sem néztem. Úgy nagyjából korrekt, sőt. Oké, akkor itt van egy ilyen kisebb fajta mosdó, és be is érkeztünk így a nagy szobába. Ez egy ilyen nagyobb nappali féleségnek mondanám, itt van nekünk tévé, nagyon finom. Ott az emelten Romeo. Meg én Júlia. Minden esetre nem tudom, hogy milyen fasz ágyunk van. Coca-Cola rekeszek. Gyerekek, ez már valami. És meg is mutatom nektek, hogy fent hogy néz ki ez a dolog. Ott hátul van egy francia, illetve egy Coca-Cola rekeszes ágyas is. Itt fogunk éjszakázni. Na srácok, én szerintem már elköszönöm, mondjuk ti ezt is egy videóban látjátok. Tehát ennek sok értelme nincsen, de minden esetre találkozunk reggel. Kezdődjön a második nap. Reggeli. Mivel mosított ki a plate, ezért úgy döntöttünk Marcival, hogy fifázunk egyet. Mit csinálsz, Vivian? Játszok! Lucky most látod. Na! Hello! Benne vagyok Lucky vlogjában, sziasztok! Ez nagy cím. Ki mondta, hogy bevágom? Na, és most jöttünk ki a rendezvényről. Igaz, hogy ma túl sokat nem videóztam, de itt van velem még mindig Marci, illetve Norbi jó hozzánk csapódott. Igazából most várunk egy taxira, ami elvisz minket a keletibe. És ez a kettő fárasztó nap után hazautazunk. Na már itt vagyok a keletibe, és igazából lassan indulok haza. Végre megállt ez a vonat. És szerintem már sokat nem fog beszélni, már csak egy-két vágójelentet bevágok, és meg szeretném köszönni a figyelmet, illetve azoknak, akik ma ott voltak a pléten, és rengetegen voltatok tényleg. És minden esetre találkozunk legközelebb is. Én neki voltam. Sziasztok!